Ismét itt vagyunk a sportnapon. Szekeres Feriék kezdeményezése immár hagyományjá vált. Nagymorosi sportemberek, akik szeretnek mozogni, és fontosnak tartják azt, hogy az ő utcájuk is jó eredményt érjen el, azok ma is mind itt vannak, és a különböző feladatokat nagyon nagy lelkesedéssel teljesítik. Mai napon 5 olyan utca, illetve 5 olyan környék méri össze a tudását Nagymaroson, sportok területén természetesen, akik erre a mai napra nagy lelkesedéssel és sok szervezéssel készülődtek. A Vasút utca és a Lakópark alkot egy csapatot, a Fehérhegy és a Diófa utca csapata alkot egy csapatot, a Kittenberger utca, a Szálloda utca és az Első Völgy azok, akikhez lehetett csatlakozni, még ha nem is abban az utcából, akik az ember. Rengeteg sok sportág van a palettán, reggel természetesen reggeli tornával kezdett a társaság, utána pedig Pitz Andrea vezetésével, ezt el ne felejtsük, mert ő nagyon fontos része ennek a mai napnak, és utána jött a futás kicsiknek, nagyoknak, lányoknak, fiúknak, aztán van itt foci nőknek, foci férfiaknak, német ügyességi versenyek, itt a fűrészelés és a karikahajtás az, amiben részt lehetett venni. Aztán van távolugrás, kislabdadobás, röplabda, kosárlabda, tollaslabda, asszonycipelés, kötélhúzás és váltófutás. Tehát rengeteg olyan tevékenységbe vehetnek itt részt azok az emberek, akik Nagymaroson ma eljöttek, amiben megmutathatják az ügyességüket és hozzájárulhatnak a csapatuk győzelméhez. We'll be right back.
azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos egy dunaparti településnek, hogy az emberek minél többet mozogjanak, minél többet foglalkozzanak az egészségükkel, hiszen az egészségnél talán nincs is fontosabb, mert ha egészség van, akkor minden van. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy azokat az anyákat, akik anyák napján vették a fáradtságot és kijöttek erre a sportnapra és küzdenek az utcájukért, azokat nagyon nagy szeretettel köszöntöm, illetve természetesen azokat is, akik otthon maradtak, de reméljük, hogy jövőre ők is itt lesznek már velünk.